Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt a Városi Könyvtárban. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ezen a helyen. Tapasztalataink szerint könyvtárunk látogatói, olvasói nagyon szeretik a pszichológiai témával foglalkozó könyveket, előadásokat. Így lesz ez a mai napon is, hiszen szeretném önöknek bemutatni Marhaland Vábadi Esztert, aki előadásában arra tér ki, hogy gondolataink hogyan formálják az életünket, társas kapcsolatainkat és a mindennapjainkat. Én kívánom, hogy találjuk meg erre a választ, és nagyon jó szórakozást kívánok önöknek. Hát, amit már mondtam, hogy nagyon-nagyon meg vagyok hatódva itt a zsepim, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek. Ezen át kell essek, és utána minden oké lesz. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Azoknak külön köszönöm, akiknek kötelező volt eljönni, hogy eljöttek, és remélem, hogy tényleg úgy fogtok a végén elmenni, hogy na, ezt megértem, végighallgatni, vagy ebből tanultunk, vagy ebből valamit profitálunk. Az az igazság, hogy ugye a bevezetőjében felvezette, hogy pszichológiai témájú a mai előadásomnak a tartalma, de én nem vagyok sem pszichológus, sem pszichiáter, sem orvos, hanem talán egy kicsit több empátiával rendelkezem, vagy talán érzékenyebb vagyok dolgokra. De alapvetően aki ismer engem, vagy aki esetleg olvasta a weboldalamat, az tudja, hogy kerültem ilyen közeli kapcsolatba ezzel a terápiával, ugye Szédi betegsége kapcsán. Tényleg be fogom fejezni. Ahogy belekezdek, akkor elindulok, és nem fog elcsukrani a hangom. Tehát a Szédi betegsége kapcsán találtam rá erre a terápiára, és amiben ez a terápia más, mint a többi, és tényleg igazolhatom, hogy minden működik egy bizonyos pontig, és mindenkinek más működik. És ami miatt ez számunkra tényleg minden értelemben felülmúlta a várakozásainkat, az nem csak, hogy a hipnoterápia során olyan dolgokra talált rá a terapeuta Szédivel kapcsolatban, ami mélyen el volt benne rejtve, és nem is gondoltuk volna, hogy tényleg ilyen problémákat okozhat a gyerekkori sérülés. De a kezelés után ez a 28 nap, amíg a meditációt, a személyre szabott meditációt hallgatta, az volt az, ami meghozta azt a sorsdöntő és tényleg állandó, érvényű változást, amire nekünk szükségünk volt. És ezzel összefüggésben tehát a cím is ezt tükrözi, ez a gondolataink megváltoztatják, vagy formálják a világodat, mert a meditáció tulajdonképpen semmi más, mint pozitív megerősítések minden nap, és ezek beépülnek az idegrendszerbe, vagy hát a tudatalattinkba, inkább bocsánat. Orvosilag valószínű, hogy nem mondom helyesen, de nem is ez a célom, hanem inkább leegyszerűsítve. Tehát az a lényeg, hogy a megerősítések által új idegpályák épülnek ki, teljesen korra, nemre, tekintet nélkül, és egyszerűen megváltoztatják a valónkat, a mindennapjainkat. Ez a bevezetésnek egy része, azt még nagyon fontosnak tartom hozzátenni, hogy amiről én ma beszélek, az nem az én babérom. Tehát én ezt megtanultam, én ezt olvastam, én ebbe kutattam, de alapvetően amiről én ma beszélek, az tudósoknak, orvosoknak, pszichológusoknak a 10-20-30 éve tartó munkásságának az eredménye. Tehát úgy vegyétek, hogy én most egy közvetítő vagyok. Ezeket egyébként meg lehet találni az interneten angolul,
Tehát nekem megvan az az előnyöm, hogy én ezt angolul tudom hallgatni, és amíg tanultam, és megszereztem a képesítésemet, sokszor eszembe jutott, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt mindenki tudná. Hogyha ez nem lenne egy ilyen, csak egy bizonyos rétegnek a tudása. És akkor döntöttem el, hogy én ezt egyszer így összefoglalom, és akkor ezt elmondom. És akkor az első diánk a hipnózisról. Nem olvasom fel azt, ami oda van írva, mert látjátok mindannyian. Tulajdonképpen, mikor először kezemhez kaptam az oklevelemet, ami angolul hipnoterapeuta oklevél, anyukám mondta, hogy jó, kislányom, a hipnót azt nem mond. És de mondom, de miért nem mondjam? És azt mondja, hogy hát, mert az olyan izé. És akkor tényleg izé, de hál' Istennek egyre inkább nem izé. Tehát a hipnózis az, mint ahogy látszik fönt is, egy teljesen természetes állapot. És mondok erre egy példát. Amikor elmegyünk reggel dolgozni, ki mivel? Gyalog, biciklivel, autóval, és emlékszünk arra a pillanatra, amikor felszálltunk a biciklinkre, vagy beültünk az autónkba, majd megérkezünk a célállomáshoz, de fogalmunk sincs, hogy közben ki, merre, látta, volt-e piros autó, vagy átment előttem a gyalogos a zebrán, tehát nem emlékszünk rá. Hipnózisba voltunk. Ez a hipnózis. Semmi más. Tehát egy teljesen természetes állapot, annyit jelent, hogy az idegrendszerünk pihen, és a tudatalatti átveszi az irányítást. De minthogy elmondtam ezt a példát, ha kilép elém a gyalogos, akkor megállok. Vagy hogyha megszólít valaki, akkor meghallom. És ugyanezt történik a terápiában használt hipnózis alatt is, hogy teljesen tudatánál van a kliens, bár ezt nem szeretem ezt a szót, hogy kliens, inkább azt mondanám, hogy a vendég, teljesen tudatában van, beszélgetünk, csak egy relaxált, kellemes állapotban. A modern felfogás szerint már ott fel vannak sorolva, hogy ugye mi a hipnózis, egy önismereti munka. És pont ez a lényege, hogy ezáltal, hogy az ideg, tehát tulajdonképpen a tudatos elménk kikapcsol, nem gondolkozunk, nem próbáljuk megtalálni a jó választ, nem abba kutakodunk, hogy most ezt mondhatom, vagy nem mondhatom, hanem a tudatalatti előtör, magyarul az érzések, az érzékeink felerősödnek, és ezáltal sokkal jobban átlátjuk mindazokat az eseményeket és történéseket, amik velünk történtek életünk folyamán. És akkor már jellemezt, hogy mondtam a kliens állapotát, ugye ez a kliens, tehát az a lényeg, hogy csak egy nagyon kellemes, relaxált állapotban, félülő helyzetben, fekvő helyzetben, ki hogy, átadja magát a nyugalomnak és a beszélgetésnek. Tehát erről szól a hipnózis. És akkor itt a lényeg. A tudatos én és a tudatalatti én, vagyis a tudatos elme és a tudatalatti. Felhívnám a figyelmeteket erre a képre, mert ez mindent elmond. A tudatos én 5%, a tudatalatti 95%. A mindennapjainkban 95%-ban a tudatalattink intézkedik. Ami azt jelenti, hogy amiket cipelünk az életünk folyamán során, a megszokásaink, a beidegződéseink, a meggyőződéseink abszolút így zsigerből intézkedik. Csak 5%-ban gondolkozunk. Tehát a tudatos én a probléma megoldó kritikus tudat, és a tudatalatti pedig az érzés, meg a szokás, meg a megtapasztalás. És akkor a kérdés fönt, hogy egyetlen vagy két különálló egységről van szó, ez két különálló egység. Ezek, az utolsó pontra ugranék, kommunikálnak-e? Nem kommunikálnak. Tehát pont itt jön be a hipnózis lényege, vagy értelme, hogy
meg tudjuk közelíteni a tudatalattit, mert a tudatalattit csak akkor tudom megközelíteni, hogyha a tudatos nincs a képbe. Összehasonlítva a kettőt, a tudatos elme pihen és alszik, éjszaka alszunk, akkor kikapcsol a gondolkozó agy. A tudatalatti viszont állandóan ébren van. Ezért tudunk felkelni, hogyha, vagyis a legmélyebb álmunkból is, hogyha megcsörren valami. Azonnal kipattan a szemünk, és képbe vagyunk, hogy hopp-hopp-hopp, valami történt. Tinédzser, gyerekek, anyukái nagyon jól tudják, hogy már ha a kulcsot csak közelebb rakják a kulcsjukhoz, már is ébren vagyunk. Ez a tudatalatti. A tudatos én, vagy a tudatos elme kreatív, olvas, megért, rendszerez és raktároz. Magyarul mindent, amit tanulunk, azt tudatosan csináljuk, ugye könyveket olvasunk, előadást hallgatunk, dokumentumfilmet nézünk, és raktározzuk a számunkra érdekes vagy fontos információkat. A tudatalatti tapasztalati tanulást jelent, tehát amit megélek, amit átélek, amit megtapasztalok, az megy be. Azért mutogatok mindig ide, mert nekem valahogy erre az analógiára az jön, hogy a tudatos én a fej, és a tudatalatti meg minden, ami itt van. A tudatos elme logikus, kritikus gondolkodás, a tudatalatti az érzelmek, a hiedelmek és a meggyőződések. Itt a hiedelem és a meggyőződés között azt mondanám, hogy mi a hiedelem. A hiedelem valami olyan, amit én igaznak hiszek. Tehát most gyerekekről lévén szó, Jézuskába hisznek. Tehát nem kérdőjelezik meg, hogy van-e vagy nincs, ők ezt hiszik. Na most mi is hihetünk ilyen dolgokat, amit gyerekkorunk óta mondtak nekünk, belénk ment. A meggyőződés valami, amit hiszek, és igazolást is találok rá. Tehát valami bebizonyítja nekem, hogy ez tényleg úgy van. És a meggyőződésnek lesz a legkomolyabb szerepe a továbbiakban, az életünk során. És akkor a rövid távú memória és a hosszú távú memória teljesen egyértelmű. Na most már előre ugrottam, hogy kommunikálnak-e, tehát ez a két tudat kommunikál-e, és azt mondtam, hogy nem. Tehát ezért lehet az, hogy Szilvikém, nem azért, hogy az üzletet roncsam, de ha a depressziós könyvet, tehát olyan könyvet veszünk, ami segít a depresszióba, vagy hogy előzzük meg a szorongást, vagy akkor mit csinálunk? Elolvassuk a könyvet, megértjük, és akkor elraktározzuk, hogy tényleg, na de ez ide nem megy be. Tehát majd a végén elmondom, hogy menjen be. De ez a lényeg, hogy azáltal, hogy csak olvasunk, azáltal a tudatalattinkat ezzel nem tudjuk elérni. És akkor a következő dolog az agyunk, ez bizonyított tény, hogy agyhullámokat gerjeszt, vagy agyhullámokat termel, ez ugye enkefalográffal is kimutatható, de ezt gondolom mindenki tudja. És alapvetően, tehát öt szintje van az agyhullámoknak a frekvencia erősségét tekintve, de mi négyel foglalkozunk leginkább, ez a négy alap frekvencia. A delta, azt szeretném, hogy azt ne nézzétek, hogy hány éves korig meg minden, csak nagyon jó volt a kép, és azért használtam fel, tehát az nem kell, hogy hány éves korig. Tehát a delta szint, ugye az a legkiegyenlítettebb, az a mély alvás, a mély álom szintje. A theta, az az álom, a meditáció és a hipnózis szintje, tehát abban relaxáltak vagyunk, nyugodtak vagyunk. És ez a szint, minden reggel ezt átéljük, és minden este, közvetlenül elalvás előtt, illetve ébredés után, mint hogy ott is van. Az alfa szint az az alapritmusunk, tehát ez egy viszonylag nyugodt, de mégis azért serkentő szint, a tanuláshoz nagyon alkalmas, illetve a béta, és a szinteknél van egy ilyen, hogy high meg low szint is, tehát van minden szintnek van egy magas meg egy alacsony szintje, és sajnos mi a béta magasban élünk, tehát ez az iszonyat erős frekvencia. Na most ez a jelen világunk alapműködése, és ennek egyébként nagyon sok, tehát ez a sok rossznak a forrása.
És az utolsó, ugye ott felsoroltam, hogy mik jellemzik ezt a szintet, de ott van az utolsó rész, az üs vagy fuss. Az üs vagy fuss az nem más, mint az a képességünk, hogy veszélyhelyzet esetén meg tudjunk menekülni. Ugyanis mi nem vagyunk mások itt a 21. században, mint farmerban járó ősemberek. Mert fiziológiailag, biológiailag pontosan ugyanúgy működünk, mint 1000 évekkel ezelőtt. Tehát ez az üs vagy fuss, ez nem más, mint az a képessége a testünknek, hogy ha baj van, ha veszélyt érzékel, akkor mindent összeszedve, koncentrálva, fókuszálva menekül az ember. Na most, ugye, ha vagyis abba belegondolunk, hogy tehát most már nem kergetnek minket dinoszauruszok, meg nem kell megvédeni az életünket, és mégis ebben az állapotban vagyunk. Állandó stresszbe, állandóan ugrásra készen. Na, a világ, amiben élünk. A 21. században globálisan elmondható, hogy egészségmániás az életünk, tehát étrendkiegészítők, jogaórák, diétás, mindenféle, hát nem is kell felsorolni. És mégis a krónikus és a pszichoszomatikus betegségek száma egyre növekszik. Ez ennek a magas béta szintnek a egyik oka. És ez az állandóan fokozódó stressz, sajnos már ugye gyerekkorban, tinédzsereknél is elő, vagyis hát látható, ez szorongáshoz vezet, majd az állandó szorongás, illetve a felfokozott szorongás depressziót indít el. És több stresszt élünk át, mint eddig bármikor a történelem folyamán. De miért is? 30 év alatt globálisan a társadalmi rend többet változott, mint az ezt megelőző 300 év alatt. Egyszerűen ez az ősember a farmerban még nem tudta felvenni a fordulatszámot arra, amilyen technológiai változás tapasztalható mindenütt. A mobiltelefon megjelenése amellett, hogy egy szuper dolog, mert minden tudóvá váltunk, mindent megtalálunk, mindent tudunk vele csinálni, de alapvetően egy kirekesztő állapotot idéz elő, hiszen mind tele van az internet, és olyan képekkel, hogy mindenki a telefonját nyomkodja, meg nézi. És most én úgy ülök itt, mint hogy én egy szent lennék, nem. Én is ugyanezt csinálom, de hát azért próbálom ugye kontrollálni. Tehát a mobiltelefon megjelenés, a közösségi média, óriási stresszfaktor, nem is annyira az én generációmnak, hanem inkább a fiatalabb generációknak, az állandó összehasonlítgatás, nekem van a legnagyobb, a leggyorsabb, a legjobb, a legtávolabb, dadadada, minden. Tehát ez egy óriási stressz. És az információ áradat. Ne felejtsük el, hogy az a fajta információ ömleny, ami ránk van borítva, hol akaratlagos, mert ugye mi is nézzük, hogy mi történik, stb. De ez iszonyat nyomással nehezedik ránk, és itt nagyon fontos, biztos mindenki tapasztalta, hogy miért van az, hogy a híradó tele van gyilkossággal, meg öldökléssel, meg igen, és most hát tudom, hogy ugye az ukrajnai háború persze, hogy az most az aktuális, de mielőtt a háború kitört volna, akkor is ez volt. És erre a média nagyon ügyesen rájátszik, mert erre így rácuppanunk. És megint ősemberek farmerban azért cuppanunk rá, mert az ősember idejében a negatív információ a túlélésünket biztosította. Tehát ha valaki visszajött a törzshöz, valami olyan információval, hogy ott vannak emberevők, ott vannak a dinoszauruszok, akkor azt tudtuk, hogy ki kell kerülni. Tehát teljesen genetikailag kódoltak vagyunk arra, hogy a negatív információra rácuppanjunk. És ebben a mennyiségben, ahogy ránk dől, ez így túl sok. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, vagy szinte lehetetlen. És hát ugye ott van az elszigeteltség, ami a fogyasztói társadalom abszolút folyamodványa, és az elszigeteltség megint
ősember, tehát az egyedülálló ősember halálra volt ítélve. Tehát egy ősember nem tudott a vadonba meglenni egyedül. Tehát neki fontos volt a társaság, a közösség. Mi már meg tudnánk lenni egyedül, de belülről, fiziológiailag, biológiailag még mindig azt akarjuk, hogy tartozzunk valahova. És ez a kirekesztettség, ez az egyedüllét, ez megint rombol. És akkor a kollektív stressz ott van, egyértelmű, és az értékvesztés az ugye a közösségi médiából, ami ránk, amit az előbb mondtam, hogy ugye a leggyorsabb, legnagyobb, legjobb, stb. Tehát eltávolodtunk egymástól, és magunkra maradtunk, ami megint a tudat alatt a vesztünket jelenti. Tehát már eleve van itt egy paradoxon, hogy jó, oké, tudunk így mi élni a 21. században, de mégse tudunk. Tehát ez dolgozik bennünk erősen. És akkor ebben a világban megszületik egy kisgyerek. A harmadik trimestertől fogva a születésig tulajdonképpen számítják az orvosok is ezt a, hogy úgy mondjam, magzati kor, de már a kis agyhullámok mérhetők, tehát már itt tulajdonképpen egy kis emberről van szó. Most nem akarok ebbe belemenni etikailag, hogy kis, de hát akkor már minden, akkor már egy teljesen tehát egy emberkéről van szó. És a magzati korban levő kisbaba 24 órás teljes ellátásban részesül, mert mindent megkap. Kapja állandóan az ételt, megvan a kapcsolódása az édesanyjához, tudja, hogy fontos, állandó védelemben van, biztonságban. Az első trauma akkor következik be, mikor megszületik. Mert egyrészt elszakad az édesanyjától, ami lehet, hogy most ilyen drasztikusan hangzik, vagy ilyen drámaian, de tényleg ez történik, hogy ugye már nincs meg az a közös kapcsolódás, illetve, hát még mikor az én gyerekeim születtek 20 évvel ezelőtt, még akkor is az volt, hogy csak ekkor lehet szoptatni, meg csak ekkor lehet felvenni, meg stb. Na most az a kisgyerek, aki 24 órában mindig mindent megkapott, és megszületik, és egyszer csak nincs semmi. Ordíts áll, ameddig bírod, és akkor majd 3 óra múlva jövök. Tehát ez egy óriási probléma lehet. Nem mindenkinél. Egyébként mindent, amit felsorolok, ami ilyen probléma lehet, ezt azért mondom ilyen macskakörömben, mert nem mindenkinek. Természetesen különböző érzékenységgel élünk, tehát nem mindenkinek ugyanolyan. Na most, mikor megszületik ez a kicsi, nem sok igénye van, de ami igénye van, az nagyon fontos. A kapcsolódás valakihez, egyébként az édesapákat nem akarom megbántani, de elsősorban az édesanyákhoz, tehát ők a legfontosabbak, illetve a visszautasítás elkerülése, a biztonság és a szeretet. Tehát ez a 4 dolog, nem olyan sok. És akkor következik ez a 0-tól 3 és 3 és 7 éves kor. Azért tettem így, hogy 0-tól 3, mert 0-tól 3 éves korig a család a meghatározó, 3-tól 7 éves korig már ugye az óvoda, az iskola, a nevelők, az óvónénik, tanítónénik, stb. Tehát akkor kiterjedt közösségben vannak. Na most, ami nagyon érdekes, hogyha emlékeztek a 4 agyhullámra, a téta szint volt a második. A téta szint volt az a szint, ami az álom szintje, tehát az álomszerű, tehát az alvás, amikor álmodunk, a meditáció és a hipnózis szintje. A 0-tól 7 éves gyerek tétában van állandóan. Ami azt jelenti, hogy ilyen relaxált állapotban élik a kis életüket. Ezért tudnak homoksüteményekből tea délutánt csinálni, ezért tudnak seprűnyélen lovagolni, és teljesen elhiszik, és teljesen nekik az a valóság. Tehát a gyerekek tétában vannak, és ott van a végén, hogy nyitott kapu. És ez nagyon fontos.
a tétában, a meditáció szintje, amikor én is mondom ugye a pozitív, megerősítő dolgokat, nyitott kapuként a gyerek szivacsként mindent felszív. Mindent. A jót is, és a rosszat is. Sőt, mindent megérez. Tehát amikor a szülő azt hiszi, hogy csöndbe veszekedjünk, mert azt nem hallja, tehát mindent tud, mindent levesz. Egyébként nagyon fontos, nem teljesen ide tartozik, de mondom, az állatok, ha a faj fenntartásukat veszélyezteti valami, tehát a fajukat veszélyezteti valami, téta agyhullámokat generálnak. Ami azt jelenti, hogy tehát a leggyorsabban, a leghatékonyabban tudja felvenni az információkat. Tehát a 7 éves gyerek, egyébként a 7 év az egy ilyen nagyjáboli kor, van akinek tovább tart, van akinek hamarabb befejeződik, egy 7 éves gyerek, mint a szivacs. Ezt mondjuk is, hogy mint a szivacs, de minden értelemben, mint a szivacs. És azért tettem be ezt a mondást, ezt a jezsuita mondást, mert ez pontosan, nem pontosan, de mondjuk 400-500 éves, és azt mondja, hogy add nekem a gyereket az első 7 évében, és én visszaadom az embert. Tehát ezt már akkor tudták, hogy ez ennyit jelent. Na most, egocentrikus gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy egy kisgyereknek ő a világ közepe. És ez marha jó, hogyha jól vannak a dolgok. De ugyanilyen romboló, hogyha nem annyira jók a dolgok. Mert hogyha az édesanyja szomorú, sír, ha az apukája ideges, gondterhelt, zaklatott, akkor a gyerek ezt magára fordítja vissza, mert hát ő a központ, ez ő. Tehát azt mondja, hogy ez az én hibám. Na most ez itt a nehézség, és megint azt akarom mondani, hogy ez most úgy úristen, itt anyukák, apukák azt mondják, hogy úristen. Én is ezt mondtam, amikor én ezt tanultam, hogy úristen. Ebben mindannyian benne voltunk, meg vagyunk. Tehát nem lehet szent életet élni, mert mindenkinek vannak problémái. De szerintem jó tudni, mert akkor lehet rajta változtatni esetenként. Tehát visszatérve a gyerekekre, tehát az én hibám. A gyerek ezt úgy fordítja, hogy ez az én hibám. És akkor megjelenik az úgynevezett tanult tehetetlenség. A tanult tehetetlenség nem más, mint az a gyerek, aki azt mondja, hogy ez az én hibám, az azt mondja, hogy akkor én nem vagyok elég jó. Mert anyukám szomorú, anyukám sír, apukám ideges, vagy megveri anyukámat, vagy akármi, tehát nem tudok rajta segíteni. Az én hibám, nem tudok rajta segíteni, nem tudom megoldani a problémát, és ez a tanult tehetetlenség, tehát gyerekként megjelenik, és végigkíséri az embert az egész életébe. Ez, hogy nem vagyok elég jó. Nem tudom teljesíteni, nem vagyok elég jó. Nem tudom, hogy jól látjátok-e ezt a képet, de ha nem, akkor elmondom, ez egy gyönyörű, fiatal női fej, aminek elég morbid módon így le van vágva a hátsó része, vagy hát így le van fittyenve, és belülül egy börtönszerű zárkában egy kicsi lány, és így eltakarja a szemét. Tehát ez a tanult tehetetlenségnek egy jellemzője. Tehát kívülről minden oké, egy gyönyörű fiatal nő, de mégis hurcolja magában a gyerekkori lenyomatát. És ott van az a szó, hogy trauma. Én mikor ezt először hallottam, hát ugye én angolul tanultam, meg angolul hallgattam ezeket a dolgokat, és az angol ezt kicsit talán könnyedébben kezeli, nekünk talán egy kicsit mélyebb értelme van a traumának, de a trauma görögül seb, az, amit elszenvedünk. Na most nem kell túl nagy dolgokra gondolni, trauma lehet egy háborús konfliktus is egy gyerek életében, aki menekül, mint például most ugye az ukrán gyerekek, de az is lehet trauma, hogy az anyuka elmondja minden nap a kisgyereknek, hogy rossz vagy, és nem szeretlek.
vagy menj innen, vagy mit tudom én. Tehát a skála rettentő széles. Ezen gondolkoztam, hogy elmondjam-e, de elmondom. Az én mesteremhez egyszer ment egy kliens, egy vendég, egy Afrikából, tehát most már Angliában él, de Afrikából menekült, egy polgárháborús övezetből menekült el, és hát ugye van egy ilyen, készítünk egy anamnézist, felvesszük ugye a különböző problémáknak a leírását, stb. És hát azt mondta, hogy abszolút meg volt győződve, hogy a háborús konfliktus okozta, trauma, mindenféle borzalmak látványa okozta ennek a hölgynek azokat a depresszív, meg szorongásos tüneteit, ami miatt megkereste. És elment a hipnoterápiára, és kiderült, hogy 4 éves koráig az édesapja szexuálisan bántalmazta. Tehát hiába jött háborús helyzetből, nem ez volt a lényeg. Nem az okozta a problémát, hanem egy teljesen más. Csak ezt arra mondom, hogy azt gondolnánk, hogy ez egyértelmű, hogy a háború. És nem. Na most ennek még, most amellett, hogy ugye mondtam, hogy ugye ez többféle lehet, nem az a trauma, ami velünk történik, hanem az, hogy ez bennünk mit okoz. Tehát nem az a lényeg, hogy most megvernek mink, én is ráütöttem a gyerekeimre, erre nem vagyok büszke, de így volt. De nem az a lényeg, hogy én most rácsaptam a fenekére, hanem az, hogy ő ezt hogy tárolta el magába. Hogy nem is csináltam semmit, és anya megvert. Például. Tehát, hogy nem az a trauma, amit elszenvedünk, hanem amit bennünk lenyomatként képez. És akkor itt elmondanék 4 történetet, azért, mert szerintem nagyon jól ábrázolja ezt, hogy a gyerekkorban elszenvedett dolgok mit okozhatnak. Lehet, hogy nem tudom, hogy dr. Máté Gábor neve bárkinek ismerőse, egy hihetetlen, nagy tudású kanadai magyar orvos. Én most voltam a könyvbemutatóján Pesten, és hát egy csoda ember, tehát egy szerény, egy drága aranyos. Na most ő ezt több helyen elmondta, őt azért javasolnám, vagy ajánlanám, mert az összes könyve magyarul megjelent, tehát lehet őt olvasni, és tényleg nagyon érdekes. Ő szokta felemlegetni azt a történetet, hogy ők 45-ben a budapesti gettóban éltek, és az édesanyja, mivel nem volt élelem, nem volt biztonság, nem volt semmi, ő ott volt 1 évesen az édesanyjával, és az édesanyja így odaadta egy keresztény asszonynak, hogy vigye a gyerekemet és mentse meg. 5 hónappal később visszakapta az édesanyja, utána elmentek, tehát mindenki megmenekült, tehát a sztori vége jó, de ez az 1 éves kisgyerek azt élte meg, hogy az anyukája eltaszította. Na most tök érdekes, mert utána egy teljesen jó kapcsolatuk volt, de ez a Gábor, ez ezzel élte le az életét, és amíg nem ment ennek a mélyére, addig ezt nem fedezte fel, hogy neki innen jöttek, ő függőségben szenvedett egész életében, nem alkohol, nem drog, hanem munkafüggőségben. Mindenféle függőség ugyanolyan romboló, teljesen mindegy, hogy mi. És azt mondott egy ilyen sztorit, hogy mikor most már ünnepelt íróként hazaérkezett Vancouverbe, és leszállt a gép, és úgy volt megbeszélve, hogy jön érte a felesége, ünnepelt világhírű bestseller szerző izé, és a felesége írt neki egy SMS-t, hogy drágám, még nem indultam el otthonról, mert elfelejtettem, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy késett. És késve érte a férjéért, és a Gábor beült az autóba, és azt mondta, hogy rá se nézett a feleségére, elfordult, hozzá se szólt, duzzogott, és megélte, újraélte azt, amit 1 évesen elszenvedett, hogy ő nem fontos. Mert hogy ugye odaadta az anyukája, és hát a feleségének se fontos. Most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy hát ez olyan hülyeség, de ez tényleg így van. Én is, amíg tanultam, én is mondtam, hogy nehogy már ilyenek,
De így van. Tehát ez nem csak én mondom. Egy másik történet. Egy idősebb hölgy, aki nálam volt, már a 70-es éveiben jár, olyan szinten fél a kutyáktól, teljesen mindegy, hogy egy ilyen apró, pici, pár hetes kiskutyáról van szó, pánikrohamok törnek rá. És én ismerem régóta ezt a hölgyet, és így gondoltam is, hogy Istenem, hogy 70 évesen miért így hívja fel magára valaki a figyelmet, hogy nem mehetünk el sehova, mert hogy Úristen, kutya van ott, ha jött egy kiskutya, de tettem. És hát aztán volt egy hipnózisunk. És a hipnózisban az jött ki, hogy 2 évesen ült a babakocsiban, egy parkban, körülötte a szülei és a barátok, és egy kölyök kutya ott a közelben játszott, nem hozzájuk tartozott, tehát ez egy vadidegen kutya volt, ugye Angliában a parkokban a kutyák rohangáznak össze-vissza, tehát nem általában nem pórázon vannak, és ez a kölyök kutya, ez ráugrott a babakocsira, felborította azt, és maga alá temette a hölgyet, de ez pillanatokon belül lejátszódott, a kutya utána tovább ugrabugrált, felállították a babakocsit, de amikor azt kérdeztem, hogy mit érzel, akkor azt mondta, hogy pánikot. De mondom, miért érzel pánikot? Hát, mert hogy ugye egy kis gyerekként most miért érez pánikot azért, mert ott van egy szőrös valami. Azt mondja, hogy mert a szüleim, mert a felnőttek riadtan néznek. Kiabálnak, az arcukhoz kapnak. Tehát egy kisgyerek a felnőttek reakcióiból azt vonta le 2 évesen az információ, és az ment be, hogy a kutyáktól óvakodjunk. Minél messzebb. És sajnos 2 éves kora óta tehát nem találkozott kutyákkal, illetve kerülte a kutyákat, és soha nem tanulhatta meg, hogy a kutyák milyen jó, ha vannak. 3. példa. Egy tévészerelő, aki nem az én kliensem volt, de tudom a sztorit, tévészerelő, aki a madaraktól fél. Olyannyira, most megint azt lehet mondani, hogy milyen hülyeség. Nem tud kiülni egy étterem teraszára, nem tud elmenni sétálni a parkba, mert pánik roham tör rá, hogyha a madár felé száll. Honnan jött? 4 évesen elment egy ismerős családhoz, ahol volt egy papagáj nagy kalitkában, és az volt a bemutató, hogy kinyitották a kalitka ajtaját, a kisfiú odaállt a kalitka elé, és a papagáj rálépett a vállára, és akkor ott nagyon örültek, a felnőttek különösen, a kisfiú is, hogy hát ott volt a papagáj, majd visszament a papagáj a helyére, és kimentek teázni, Anglia. Kimentek teázni a konyhába, és a kisfiú egyedül maradt 4 évesen, és úgy gondolta, hogy ezt már még egyszer megpróbálná, és kinyitotta a kalitkát, a madár ráült a vállára, egy ilyen kötött pulóver volt rajta, már a kisfiún, és leejtettek egy kanalat a konyhába, ettől megijedt a kisfiú is, mert ugye rosszat csinált, és attól, hogy ő megijedt, és így megrezzent, a madár is megijedt, és ezek a nagy karmok beleakadtak a pulóverébe, és ez a nagy madár ott csapkodott meg minden, és hát berohantak a szülők, és hát őt jól leszítták, a madarat visszarakták. Nem egy nagy sztori, de ez az ember egy életre megpecsételődött, és ezért fél a madaraktól. Tehát azért mondom, hogy nem az a trauma, ami történik, hanem ami bennünk okoz. És akkor, még ezt is elmondom, egy túlsúlyos hölgy, nagyon szép, ő nekem volt trénertársam, és az én hipnózisom, tehát egymáson gyakoroltunk, Jánának hívták, nagyon szép, gyönyörű arc, de tényleg nagyon-nagyon kövér volt, és mikor beszélgettem vele, kérdeztem, hogy Jana, és akkor nálatok a családban az evés, az fontos? Hát fontos. És mindenki ilyen? Hát mindenki nagy darab. Tehát tulajdonképpen el van intézve, nem? Mert hát mindenki nagy darab, meg fontos az evés, akkor ezért vagyunk kövérek. És aztán
azt mondta, hogy de hát ő már mindent kipróbált, és nem megy, nem mennek le a kilók, és mit csináljon. És akkor a hipnózisban visszamentünk egy olyan eseményre, amikor 11 éves volt, és a barátnőjével mentek haza, már sötétedés volt, már sötétedett, és egy hát ilyen rosszabb fiúcsapat, idősebbek náluk jóval, körbeállták őket, és hát elkezdtek velük szórakozni. És a Jánának a barátnője Duci volt. És azt mondták a fiúk, hogy a kövér mehet. És őt meg nem engedték. Magyarul az ő tudatalattiában, tehát a menekülés, a védelem, az az, hogyha kövér vagyok. Ha nagy darab vagyok, mert akkor nem akarnak a férfiak, vagy stb. Nem én mondom, ezt nem én találtam ki, hanem megint, tehát ezek kutatások alapján. És ennyit jelent egy ilyen epizód. Na, most jön a java. Tehát a gondolataink formálják az életünket. Semmi más felett nincs hatalmunk, csak a gondolataink felett. Viszont azzal sok mindent elérhetünk. És a gondolatspirál, amit odaírtam, tehát minden, mindig egy gondolattal kezdődik minden. A gondolatunk egy érzést generál, ez az érzés, ez egy cselekvést indít meg, majd a cselekvéseink a viselkedésünket meghatározzák. Ha visszamegyünk arra, hogy az a kisgyerek azt mondja, hogy nem vagyok elég jó, ez a gondolat, nem vagyok elég jó, akkor mit érez? Várjak, vagy ne várjak? Mit? Szomorúságot, így van. Tehát nem vagyok elég jó, szomorúságot érzek, kedvetlenséget, motiválatlanságot, buskomorságot, akkor mit cselekszem, ha így érzem magam? Semmit. Kerülök, amit csak lehet. Nem megyek semminek elé, sodródom az árral, majd jön, ami jön, majd akkor megoldom, ha éppen úgy van, semmit. És milyen lesz a viselkedésem? Visszahúzódó, inkább mindentől távol tartom magam, nem akarom. És mivel ilyen az általános viselkedésem, ezért beigazolódik a gondolatom. Hát akkor ennyi. Ez jutott nekem. Mi van akkor, ha a gondolatom az, hogy tök jó, én ügyes vagyok, nekem ez megy. Akkor hogy érzem magam? Jól, motiváltan, tele vagyok lelkesedéssel, tök jó, én így érzem most magam. Tehát tele vagyok erővel, akarom csinálni, elé megyek kihívásoknak, megpróbálom, kipróbálom. Ezt már cselekvésbe belefutottam. Az általános viselkedésem milyen lesz? De abszolút nyitott, igen, igen, sikeres vagyok, nyitott. Szeretnek az emberek, én viszont szeretem őket, stb. Tehát jó, most ez egy ilyen lesarkított dolog, de alapvetően minden tök jól megy. És megerősítem a gondolatot. Tehát ennyi az egész. Tehát visszatérek mindig az alapvető, az eredeti gondolatra. Na most, ha azt mondjuk, ott van az a sor, hogy a kulcs a sorrend felcserélése. Ha valaki azt mondja, hogy én dohányzom, és szeretném abba hagyni a dohányzást, az már micsoda? Az egy viselkedés. Na most a viselkedést persze felül tudom, hogy van, aki be tudja, tehát abba tudja hagyni a dohányzást minden probléma nélkül, de nagyon sokan küszködnek vele. Mert hogy meg kell vizsgáljuk, hogy ez a dohányzás, az milyen gondolatból indult el? Az a valaki miért dohányzik? És most mondok rá egy példát. Megint valós esemény, egy nagyon rossz házasságban élő családban a lány, gyermek végignézte évtizedeken keresztül, ahogy a szülei, helyesebben az apuka agyba főbe veri az anyukát. És amikor az anyuka végre túl volt ezen a dolgon, akkor mindig mondta a lányának, hogy
hozd ide a cigarettát. És amikor már tinédzser lány, tehát már tinédzser volt, akkor azt mondta, hogy vegyél te is egyet. És elkezdtek együtt cigizni. Tehát ennek a személynek a dohányzás az egy kapcsolódás volt az édesanyához. Tehát persze, hogy most már az életét, tehát nem jó, ha valaki dohányzik, de neki ez egy fontos kapocs volt. Tehát ez majdnem olyan, hogy ugye valaki depressziós, akkor egyen gyógyszert, mert akkor majd jól lesz. Nem vitatom, hogy a gyógyszer sokszor kell, és én magam is szedtem. Tehát tudom, hogy sokszor kell, és sokszor az segíti át az embert a legnehezebb részén. De az már a viselkedés, az már a tünet. Nem az a kiinduló pont. Na most a gondolat ereje, az olyan szintű, ezt egyébként most be fogom nektek mutatni, teljesen mindegy, hogy jót vagy rosszat gondolunk, mint az előbbi példa is mutatta, hogy jó vagyok, vagy nem vagyok jó. Teljesen mindegy, hogy valós vagy valótlan, amit gondolunk, azt mi átéljük. Minden gondolatunk egy érzést és egy fizikai reakciót indít meg. És most azt szeretném kérni, ez egy most egy kísérlet, teljesen önkéntes, tehát ha valaki nem akarja csinálni, nem kell, de szerintem megéri. Annyit kell tennetek, hogy tegyétek így a kezeteket, légy szíves. Így. 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 Így elétek, így, így. Nagyon jó. És most kérném, hogy csukjátok be a szemeteket. És ahogy így a kezeteket tartjátok, képzeljétek el, hogy a kezetekben tartotok egy félbevágott, óriási, lédús, szicíliai citromot. Képzeljétek el, hogy ezt a citromot most a szátokhoz, az orrotokhoz emelve érzitek a fanyar citrus illatot, és egy kicsit össze is nyomjátok, és érzitek, ahogy a rostok, a gyümölcshús csak úgy roppan a sok létől benne. Belélegzitek ezt a nagyon finom fanyar citrus illatot, a citrus aromáját, és most képzeljétek el, hogy kinyitjátok a szátokat, és beleharaptok ebbe a nagy citromba, és leharapjátok a felét, és forgatjátok a szátokban ezt a savas citrust, és kinyithatjátok a szemeteket. Na, kinek indult meg a nyál elválasztása? Köszönöm. Ennyi. Ennyi. Tudtátok, hogy nincs benne citrom. Tehát nem is kellett hipnózisba lenni, tehát mindenki teljesen képbe volt, hogy nincs benne citrom. Tehát ha valós, ha valótlan, ha jó, ha rossz, bemegy, és elindít valamit. Jó, a vizualizáció, ugye a vizualitás az a látás, a vizualizáció az egy nagyon-nagyon jól használható dolog, én használom a meditációimban, ami a képekben való gondolkodás. És ez, hát most ez is az volt alapvetően, ez a citromevés, de a vizualizációt megint bizonyítottan, kísérletekkel bizonyították, hogy zongorázni tanuló embereket három csoportra bontottak. Az első csoport gyakorolt, minden nap gyakorolt. A második csoport gyakorolt, és kapott olyan vizualizációs meditációt, utasításokat, hogy látod magad előtt, ahogy játszod a fűreliszt, és a fekete billentyűt, a fehér billentyűt nyomod, tehát maga előtt látta, ahogy játsza a darabot, tökéletesen, probléma nélkül, stb. És volt a harmadik csoport, a kontrollcsoport, aki egyiket se csinálta. 30-60%-os javulással azok nyertek, akik vizualizáltak.
Tehát akik maguk előtt látták ezt, és már ezt én is tudom bizonyítani, engedélyt kértem attól az ismerőstől, akinek a kislányát kezeltem, kislány, hát 14 éves, 15 éves, vidéki, és beválogatták az egyik kosárlabda csapatba, tehát profi játékosnak. És mivel ő a legfiatalabb, nagyon, hát nagyon örültek először, és aztán rettenetesen megijedtek, hogy ez a kislány ez hogy fogja megtalálni ebben a csapatban a helyét, hogy hogy fog megfelelni az edzőnek, tehát nagyon-nagyon félt, pánikolt ettől. És akkor azt kértem tőlük, hogy így mondják el nekem, hogy milyen egy meccs, hogy mit csinál a kislány, hogy vezeti a labdát, és passzol, és stb. Hát nagyjából azért tudom, hogy mit jelent egy kosárlabdajáték, de hát azért ő az, aki. És írtak nekem egy nagyon jó kis ilyen összegzést, és abból összeállítottam egy meditációt, amiben végigvezettem őt egy játékon. Hogy bemész a sportcsarnokba, és magad előtt látod a palánkokat, és látod, ahogy bevonul a csapatod, és rád mosolyognak a társaid, és pacsisztok, és az edző örül, és nagyon jó. Mindegy, tehát ez megy 15 percen keresztül, ez meg hogy jól passzolsz, és vezeted a labdát, és stb. És a kislány ezt augusztus közepén kapta meg, ezt a meditációt, szenzációsan jól működik a kosárlabda csapatba, és minden nap meghallgatja a meditációt, és azt mondta az anyukája valamelyik nap, hogy úgy ment el egyik nap az iskolába, hogy nem hallgattam Mestert. És hogy annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy kell neki, hogy ilyen pozitív töltése legyen, nem minden nap játszik, vagy nem minden nap kosarazik, ettől függetlenül. Tehát ennyit jelent. És akkor ezzel tulajdonképpen már átcsúszunk a placebóba, ami szintén egy hit, egy elfogadás, egy meggyőződés, egy ilyen magunk előtt látjuk a dolgokat. Ehhez van egy történetem, nem tudom, hogy elmondjam? Jó. Ez az első, hogy úgy mondjam, orvosilag dokumentált eset. 1957-ben az USA-ban történt. Egy Mr. Wright, teljesen mindegy, mert valószínű nem ez volt a neve, Mr. Wright nyirokrákkal az utolsó stádiumában levő beteg volt, és tényleg olyan előre haladott állapotban volt már, hogy igazából, tehát az orvosok már nem sok esélyt adtak neki egyáltalán, és akkor dobták piacra a krebiozen, helyesebben nem piacra, csak kísérleti gyógyszerként a krebiozen nevű rákellenes anyagot, és hát ez az úr, ez követelte az orvosát, hogy neki már úgyis mindegy, hát adjon már neki egy adagot, hát hogy lesz, vagy lesz vele valami, vagy nem. És hát az orvos megtette, és olyan, tehát a 2-3 napon belül orvosilag kimutathatóan elkezdtek zsugorodni a tumorok a szervezetében, és 2 hónapra rá tulajdonképpen majdnem tünetmentes volt. Egyszerűen hihetetlen volt, ezért is kezdtek, vagyis ezért is jegyezték fel. Majd jött egy publikáció, ami azt mondta, hogy ez a krebiozen, ez nem működik, ez nem jó. A bácsi depresszióba esett, minden visszajött. Majd az orvos azt mondta, hogy na, ennek ad még egy esélyt, és sima desztillált vizet adott be neki, és azt mondta neki, hogy Mr. Wright, ez egy új, ez krebiozen, de az egy szennyezet volt, amiről az a publikáció megjelent, ez egy koncentrátum, ez tiszta, ez menni fog, ez biztos jó lesz. Beadta neki a desztillált vizet, Mr. Wright tökéletes állapotba került 6 hónapon belül, majdan jött megint egy publikáció, amiben verekeztették az egész kísérletet, és azt mondták, hogy a krebiozen semmire nem jó, semmit nem ér, 2 héten belül meghalt. Tehát a tudat hatalma, hogyha elhiszi, ha el akarja hinni, ha bízik benne, ha meggyőzi, akkor működik. És akkor alapvetően minden problémánknak ez a 3 meggyőződés a forrása.
ezek az önkorlátozó megrögződések, meggyőződések, a nem vagyok elég jó. Ugye ez már volt a gyerekes példámba. Ez a legáltalánosabb, ugye nem vagyok elég csinos, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég gazdag, nem vagyok elég ilyen, olyan, amolyan. Tehát nem csak a jó, hanem bármi ide tartozhat. Ha valaki ezzel él, ha valaki erről van meggyőződve magával kapcsolatban, nincs az a vagyon, nincs az a pozíció, nincs az a siker, semmi, ami ebben megdönthetné. Egy amerikai filmrendező, aki a negyedik feleségén van túl, és a nem tudom én hanyadik kacsalábon forgó házát koptatja, vagy vette meg, az én mesteremet kérte meg a segítségre. És hát kiderült, hogy gyerekkorában egy ilyen trailer parkban éltek. Amerika, tudjátok, vannak ezek, bocsánat, mi tegeződünk, ugye mindenki tegezhetek. Jó, tehát vannak ezek a trailer parkok, ezek a nagy lakókocsis, tehát alapvetően házak, de hát ilyen gurulós valamik, és ilyenben laktak. Anyuka éjszakai műszakban dolgozott, megfőzte az ebédet, és a kisfiúnak, ennek a filmrendezőnek az volt a dolga gyerekkorában, hogy mire az édesapja hazaérkezett, addigra meg kellett melegíteni a vacsorát. És amikor az apuka, hát el tudom képzelni, hogy mondjuk milyen nap volt az apuka, de mindegy, tehát hazaérkezett apuka, megette a vacsorát, nem volt pénzük, nagyon kevés, tehát volt, hogy nem is volt rendes étel, és akkor megette a vacsorát, a maradékot oda kaparta a kutyának. Nem a gyerekének adta. És ez a filmrendező, megint a trauma, nem az, ami vele történt, tehát az apuka minden bizonyan nem akarta őt bántani. Át se gondolta ezt. De ezzel az akciójával, hogy a maradékot a kutyának adta, ezzel elhintette a gyerekben, hogy többet ér a kutya, mint ő. És itt van, multimilliómos, és semmit nem ér. Két másik példám is van erre, Marilyn Monroe, aki egy pszichésen beteg nőnek a lánya volt, de abszolút alkalmatlan volt, nem csak a pszichés betegsége miatt is, hanem egy egyedülálló nő volt, már egy válással a háta mögött, se pénzzel, se semmilyen nem volt. Megszülte a kis Norma Jean-t, és rögtön nevelő szülők kezdték el nevelni. Ő megpróbált részt venni az életében, tehát ilyen hétvégenként elvitte egyszer fagyizni, vagy sétálni, vagy stb., de soha nem volt ott. És egy gyereknek nem az a lényeg, hogy fagyizni vigyék, hanem hogy az anyukája megölelgesse. És örök életében olyan férfiak után vágyakozott, vagy olyan férfiakkal volt kapcsolatban, akik így pattintották őt. Sőt, várta a végét a kapcsolatnak, mert nem tudta, hogy milyen az, hogy valakihez hosszú távon kapcsolódni, hogy valakitől szeretetet kapni, hogy elfogadni, hogy én fontos vagyok. A másik ékes példa Diana hercegnő. Diana hercegnő, megint az ő szülei nagyon rossz házasságban éltek, ugye az édesapja volt arisztokrata, az anyuka is valamennyire, de hát mindenképpen az édesapa volt a magasabb rendű, és hát az ő házasságuk is minden veszekedéssel és agresszivitással teli, és tulajdonképpen az anyukának nem volt más választása, mint otthagyni a gyerekeket, mert hogy az apa nem engedte, tehát a társadalmi rangjának, az arisztokrata rangjának megfelelően nem tudta elvinni a nő a gyerekeket, vagy hát az anyuka, és Princess Diana, vagy hát Diana hercegnő azt élte meg, hogy ő ennyit ér. Hogy ott hagyják, mint egy kis állatkát, hogy majd lesz veled, ami lesz. És tulajdonképpen hiába foltozták össze az ő kis kapcsolatukat az édesanyjával, ezt soha nem tudta kiheverni, és egész életében úgy érezte, hogy ő nem fontos. És hozzáment egy olyan férfihez, aki ugyanazt adta neki, mint az apja. A társadalmi rangot igen, az arisztokrata állapotot igen, de egyébként hideg, rideg, szeretetlen, és a többi. Szeretnék valamit, de nem elérhető számomra. Ez valami olyan,
amit, tehát én meggyőzöm magam arról, hogy át az kizárt, hogy nekem menjen. Vagy hogy nekem az, az összejöjjön. Na most, ha ebből indulunk ki, akkor itt van például Barack Obama, bocsánat, hát neki nem volt ilyen problémája, mert ugye addig színes bőrű elnök nem volt. Tehát ő is mondhatta volna, hogy hát esélytelen, hogy én elnök legyek bármikor is. Vagy J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek szerzője, tehát egy nincstelen, egy semmilyen nem volt, egy egyedülálló édesanyja volt, egy pici babával. És tehát bennük nem dolgozott ez, hál' Istennek, viszont nagyon jellemző ránk. Most ezt hagyj emeljem már ki, hogy ugye itt, amikor mondtam a negatív híreknél, hogy szinte így rácuppanunk a negatív hírekre, mert az segíti a túlélésünket. Tehát Magyarország a helyzetéből adódóan, földrajzi helyzetéből adódóan, itt mi kaptunk hideget, meleget, de inkább hideget. Tehát a magyar emberek sokkal inkább érzékenyebbek, és tehát a negatív dolgokra, illetve sokkal nyitottabbak a negatív dolgokra, magyarul sokkal pesztimistábbak vagyunk, mint a nyugati államokban. És megint ezzel nem tudunk mit csinálni, mert ez így van, és kész. De ez a szeretnék valamit, és nem elérhető számomra, például anyukám depressziós volt, már nem az enyém, hanem ez egy példa, tehát anyukám depressziós volt, akkor biztos, hogy én is az leszek. Vagy a családunkban mindenki alkoholista volt, már a nagybátyám is, meg az anyapám is, meg mindenki, akkor én is alkoholista leszek. Tehát nem is elkönyvelem magamba, hogy akkor ez vagyok én. Nem is próbálok ebből kiugrani. És a harmadik, ez a más vagyok, mint a többiekért, ezért nem tudok kapcsolódni. Megint ősemberkor, egyedül nem éljük túl, egyedül nem vagyunk meg, tehát csak csoport van. Tehát fontos a kapcsolódás, fontos, hogy olyanok legyünk, hogy elfogadjanak. Nem, hogy olyanok legyünk, elfogadjanak. Az ugyan olyannak lenni, az a gyerekeknél működik nagyon. Tehát mindenki ugyanolyan táskát akar, ugyanolyan cipőt akar, tehát ugyanazt a mesét akarja, mert az ad neki biztonságot. És erre az én kislányomat, Szédikét hoznám példának, hogy mikor mi ide költöztünk Magyarországra, ő 3 éves volt, és akkor kezdte az óvodát. És akkor tényleg úgy olyan kis különlegesség volt ő, a kis angol kislány, vagy hát ilyen félig angol, félig magyar, de hogy ilyen neve van, meg minden, és én valahogy úgy éreztem, hogy ez milyen csoda jó dolog. És ugye a felnőttek úgy mondták is, hogy és Szédike, és akkor mondjál már valamit angolul, meg így, meg úgy. És az én gyerekem egész gyerekkorában ezt megsínylette, és én azt nem is gondoltam. Mert azt mondta, hogy senkinek nem volt ilyen neve. Senkit nem hívtak így. Senkinek nem beszélt más nyelven az apukája. És mindenkinek itt laktak az unokatestvérei, az enyémek meg ott Angliába. Tehát ami nekem felnőtt fejjel azt gondoltam, hogy fú, de marha jó az én gyerekemnek, mert ő itt ilyen kis sztár, hát ő rohadtul nem élvezte a sztárságot, sőt, ő ebbe bizonyos mértékén belebetegedett. Tehát az ő mostani problémája, ami ugye kialakult, ez a bulimia, ez részben ebből fakad. Mert nem érezte, hogy kapcsolódik. Mindig úgy érezte, hogy ő külön van. Jó. Tovább. Hogyan kooperáljunk a tudatunkkal? Hogyan dolgozunk együtt? És most jönnek tulajdonképpen a legutolsó dia lesz a, hogy úgy mondjam, a gyakorlati útmutató, de alapvetően ez is az. Tehát a tudatalattink, mint mondtam, a tudatalattink arra van kitalálva, vagy azért van, hogy minket megmentsen, a mi túlélésünket garantálja. És itt van például ez a mondat, vagy hát ez, hogy pontosan azt teszi a tudatod, amiről azt gondolja, hogy te azt akarod. Ezek ugye ilyen, nem tudom, hogy ki ismer magára, én abszolút, hogy ezt mondogattam. Már nem, de régen ezt mondogattam. Megőrülök,
kinyiffanok, kibírhatatlan ez a minden, mindenki idióta rajtam kívül, állandó stresszben élek, és nem bírom. Na most, ha ezeket a szavakat mondom, ha visszagondoltak a gondolatspirálra, ez a gondolatom, hogy nem bírom, kinyiffanok, megőrülök. Milyen érzéseket indít ez bennem? Csak negatíva. Negatív. Negatív módon fogok cselekedni, negatív módon fogok viselkedni. És ráadásul ezek a szavak tudatalatt azt mondják, hogy oké, akkor gyerünk, éljük túl. Tehát a stressz szintem az megy fel. Elindul a kortizol termelés, felmegy a pulzusom, szaporodik a szívverésem, és alapvetően olyan helyzetbe hozom saját magam, hogy tényleg ilyen idegzsábává. Ebből van az, például megörülök, ez a helyzet teljesen kinyifan, például ülök a dugóban, és legszívesebben mindenkit lelőnék magam körül, holott azt is mondhatnám, hogy tök jó, hogy egy autóban ülök, és nem esik rám az eső, meg nem köhögnek a nyakamba, vagy nem kell itt másnak a beszélgetését hallanom, stb. Tehát, hogy mondjuk nem tömegközlekedési eszközön utazok. Magyarul, ha ezeket a szavakat használom, akkor teljesen magam ellen dolgozom. Kialakítom magamban a stresszt. Mindenki látta már legalább filmekben, hogy az amerikai tengerész gyalogosok hogy tréningeznek. Esőbe, sárba, hóba, fagyba énekelnek. Miért énekelnek? Mert ha éneklünk, akkor jó kedvünk van. És ha jó kedvünk van, akkor a tudatunk azt veszi le, hogy oké, hát ez, akkor gyerünk, menjünk. Tehát nem mindegy, hogy a gondolatom mi. Mert ha azt mondom, hogy hát végül is oké, hát itt ülök a dugóban, jó, de hát ez nem olyan túl rossz, akkor minden oké. De ha ezeket a szavakat mondom, akkor azonnal beindul a stressz. Egy másik példa, ennél sokkal egyszerűbb példa, elmegyek egy étterembe, és megnézem az étlapot, és ott van az, hogy nem, hogy ott van az, hanem megtalálom a pizzát, és azt mondom, hogy én pizzát akarok enni, de nem ehetek, mert felfúvódok, meg akkor hogy áll majd rajtam a ruha, meg izé. Tehát rögtön beindul a stressz, tehát egymás ellen, mert szeretem, de nem ehetem. Tehát ez nem jó, tehát ezt a tudatalatti nem tudja kezelni. Tehát azt mondom, hogy úgy döntök, hogy nem pizzát eszem. Ez egy semleges. Tehát amíg azt mondom, hogy nem, addig azt nyomom, hogy ezt nem szabad. És amennyire nem szabad, annyira stresszelem magam. Jön a következő. 4 van egyébként. A tudatunk mindig a kellemes felé akar irányítani minket, és eltávolítani a fájdalomtól vagy a veszélytől. Ha valaki gyerekkorában mondjuk megkért a tanítónéni, hogy állj ki az osztály elé, és olvasd fel ezt a szemelvényt, és mondjuk rosszul olvasott, és kinevették, hát azt garantálom, hogy az a valaki soha többet nem akar majd kiállni, senki elé felolvasni semmit. Mert a tudat ezt úgy fordítja, hogy ja igen, tehát ettől óvakodjunk, ez neked nem jó. Tehát eltávolít tőle. Az is biztos már megtörtént veletek, hogy esetleg betegek voltatok, vagy gyomorrontásotok volt, és akkor ettetek valamit, nem feltétlenül attól, de utána nem akarjátok azt tenni, mert azzal kapcsolja össze a tudat, hogy ja, hát akkor azt ott kerülni kellene. Illetve én 4 évesen majdnem megfulladtam kiestem a kenuból, és majdnem megfulladtam a körösbe, és bár megtanultam úszni, tehát tudok úszni, de a mai napig nem ülök bele se ladikba, se csónakba, se kenuba, a tutajra nem szoktam ülni, komp. A kompra is nagyon nehezen, akkor is csak kint a decken vagyok, mert bármikor képes vagyok beleugrani a vízbe, hogyha úgy érzem, hogy a... Tehát, na most ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az érzelmeket a logika soha nem írhatja felül.
Tehát én ezt megéltem, hogy én majdnem megfulladtam. Én ezt megéltem, hogy én akkor a túlélésemért küzdöttem, és hiába tudok úszni, tehát ki tudok úszni, de az indul be azonnal, az emlék azonnal aktiválódik, ami velem történt gyerekkoromban. A harmadik, hogy hogyan érzel bizonyos dolgok iránt, két dologtól függ. A képektől és a szavaktól. Megint, ha azt mondom, hogy hamburger, akkor hát valószínű, itt mindenkinek jó dolog jut róla eszébe, ha csak valaki nem vegetáriánus, de mondjuk képzeljétek el, hogy azt mondom egy hindunak, hogy hamburger. Az azt mondja, hogy hát úristen, hát a szent állat, hát azt nem esszük. Egy vegetáriánus azt mondja, hogy megint nem eszi meg, mert a kép a fejében az nem egyezik azzal, amiben ő hisz, vagy amit ő meggyőződéssel gondol. Ugyanígy egy evészavaros is azt mondja, hogy túl sok kalória, nem eszem meg. Tehát ezt csak azért mondom, hogy a gondolat, vagy a kép, ami bejön a fejünkben, az teljesen attól függ, hogy nekünk milyen érzeteink vannak azzal a kapcsolatban. Tű. Azt mondom, hogy tű. Eszünkbe jut az orvos. De ha nagy fájdalmaink vannak, akkor azt mondjuk, hogy gyorsan, minél hamarabb döfje belém. Ha valaki tetováltatja magát, akkor azt mondja, hogy jöhet, mert akkor lesz valami szép tetoválásom. De alapvetően a tű azért nem tölt el senkit jó. Tehát megint attól függ, hogy mivel társítjuk. Illetve a méhecske még egy nagyon jó példa. Az élet a méz, vagy méreg és halál. Tehát attól függ, hogy mi a kép. Tehát a képet kell magunknak elfogadhatóvá tenni, hogy minket ne zavarjon. És a szavak. A kis unokahúgommal fel kellett ülnöm a hullámvasútra, életem egyik legborzalmasabb élménye volt, pedig csak itt volt a május 1-én, de nem is hullámvasút volt, hanem ez a pörgős borzalom. És akkor hát és én kaptam meg, mert senki nem ült fel, mert mindenki máshol volt, mindegy, felültünk erre. És akkor így Hédike mondta nekem, hogy Eszter, te szereted? És mondtam, hogy ha, nagyon, alig várom, hogy elinduljon. És hát borzasztó volt. Végig azt mondtam neki, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És utána leszálltunk, és azt mondja, hogy tényleg élvezted? És hát valószínű, hogy érezte, hogy nem. De ez, hogy én azt mondtam magamnak, hogy nagyon jó, jaj, de jó, mindjárt vége, jaj, de jó, ezzel, hogy én jaj, de józtam, ezzel magam számára elviselhetővé tettem ezt a borzalmat. Tehát nagyon érdekes, hogy ez tényleg így működik, hogy tulajdonképpen félrevezettem saját magam. Felülünk a repülőgépre, és előttem ül egy turbános, fekete szakállas, fekete hajú ember, és arra fókuszálok, hogy na, ez mikor húzza elő a valahonnan a bombát, és röpít minket innen ki az univerzumba. Tehát lehet erre is fókuszálni, de akkor az egész utunk az arról fog szólni, hogy én ilyen stresszbe fogok ülni, és már is elrontottam az egész nyaralásomat, vagy utazásomat, ahelyett, hogy azon gondolkoznék, hogy jaj, de jó, hogy itt ülünk, és olvasgathatok, és leszállunk, és vár engem a nem tudom én mi, a paradicsomi állapot. Tehát nem mindegy, hogy a szavak, a képek, amik a fejemben mozognak, azok mik. És az utolsó, a negyedik. A tudatod mindig az ismerős dolgok felé fog hajtani. Ugyanis ami ismerős, az biztonságos. Ami ismeretlen, az bizonytalan. És amíg az ismerős pozitív, addig nincs is gond, de az ismerős lehet negatív is. Princess Diana hercegnő, köszönöm, nem kell majd. Tehát Diana hercegnő esete is, amit mondtam, ugye, hogy
hogy olyan férfihez ment feleségül, aki olyan hideg-rideg, szeretetlen volt, mint az apja. Miért? Mert az volt az ismerős számára. Az adott neki biztonságot. Mert az ismeretlen, az bizonytalan. Ez most nem azt jelenti, hogyha valakinek hideg-rideg az apukája, akkor biztos, hogy ilyen férfihez megy feleségül, tehát nem. De a nagyszámok törvénye alapján van rá esély, nagyon nagy esély. Tehát az ismerős dolgot fogjuk előtérbe helyezni. Ugyanígy például, ha valaki egy szerényebb anyagi helyzetű háttérrel rendelkezik, ott valószínű, hogy nem alakul ki az, hogy félreteszünk pénzt, mert a pici pénzből nem volt mit félretenni. Tehát akkor a fenekére verünk. Ezért van az, hogy nagyon sok lottómilliómos elherdálja a pénzt nagyon gyorsan, mert nincs benne, természetesen akkor, hogyha szerény, vagy hát, hogy szegényebb helyzetből van, mert nem tudja kezelni, nincs hozzászokva. Ismeretlen számára ez. És egy abszolút banális példa, én 3 évvel ezelőtt a kávét ennyi tejjel és 4 cukorral ittam. Ez volt az napom fénypontja, amikor is laktózérzékeny lettem, és a tejet ki kellett vegyem, és utána már borzasztó volt ez a édes löty, és akkor hát lecsökkentettem a cukrot is, és borzasztó volt. Borzasztó volt 2 hétig, és aztán elkezdtem megszokni. És most már eszem ágában nem jut 2-nél több cukrot tenni, és a tejet abszolút nem. Tehát hozzá lehet magunkat szoktatni az ismeretlenhez, ezt csak azért mondom. Na, és akkor, na ez a használati utasítás, na itt figyeljetek. Először is azt szeretném mondani, hogy nem véletlenül mondtam el ezt ilyen, hogy úgy mondjam, hogy mindent elmondtam a hátteréről, azért, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy értsétek, hogy miért azt kell csinálni, amit, ez megalapozta, vagy ez hozzásegít a megértéshez. A gondolatainkat, a képeket a fejünkben meg kell változtatnunk, meg tudjuk változtatni, de ez nem egyszerű. Ez munka. Mint hogy úgysem, nem tudunk maratont futni úgy, hogy oké, eldöntöttem, hogy maratont futok és megyek, hanem arra edzeni kell. Nem lehet megtanulni idegen nyelvet se úgy, hogy nem gyakorlunk. Tehát itt munka van, kérem, akkor lehet változtatni. Amikor hozzám eljönnek kezelésre a kliensek, akkor mindig az az első kérdésem, hogy hajlandó-e a 28 napos meditációt meghallgatni. Mert ha azt mondja, hogy akkor azt mondom, hogy akkor nincs értelme. Mert ez a lényeg. Tehát az adott kezelés, amit én végzek, az sok minden jót tesz, de az igazi eredményt, a tartós eredményt a 28 napos meditáció hozza meg, vagy ez a 28 napos hanganyag hozza meg. Tehát munka van vele. Pozitívan kell szemlélni a világot. Itt ez alatt azt értem, hogy... Tudom, hogy ez ilyen nagyon furcsán hangzik, és teljesen természetes, hogy mindenkinek vannak rossz napjai. És teljesen természetes, hogy mindenki néha azt mondja, hogy utálok mindent, és atata. Tehát én is. Ahogy én másképp működöm már, hogy azt mondom, hogy nem. Tehát például tegnap, vagyis elmondom, a múlt éjszaka 2 órát aludtam. 2-t. Mert annyira izgultam a mai nap miatt. És egyfolytában ez járt az eszembe, hogy mit fogok mondani, Úristen, és akkor ezt fog, és akármikor rossz, vagy ilyen negatív gondolat jutott eszembe, akkor azt mondtam, hogy nem, majd máshogy mondom, majd kibeszélem. Tehát abban vagyok én már ügyesebb, hogy vannak rossz gondolataim, de azonnal mondok rá egy ellentetet, tehát egy pozitív megerősítést, és akkor az már kihoz engem a rossz spirálból. Tehát... Ilyen értelemben értem, hogy pozitívan kell szemlélni a világot, illetve abban is nagyon nagyok vagyunk, hogy imádjuk magunkat ostorozni. De hülye vagyok, miért ezt mondtam, miért így csináltam, stb. Stb. És nem. Hogyha a barátnőtök ezt mondaná, vagy a barátotok ezt mondaná,
akkor azt mondanátok neki, igen, de egy hülye voltál. Nem, hanem ugyan már. Hát most miért? Most... Tehát legyetek a barátaitok. Tehát támogassátok magatokat, ne lefele húzzátok. És a másik, hogy a jelent kell megélni. Olyan érdekes volt egy, most csak azért se fog eszembe jutni ennek a pszichiáternek a neve, egy nagyon híres magyar pszichiáter, és ő mondta, megkérdezte a riporter tőle, hogy nyomasztja önt az ukrajnai háború, meg hát a lehetséges kimenete? És azt mondja, hogy miért nyomasztana? Azt mondja, ha én ezen nyomorognék, vagy én ezen gondolkoznék, akkor eláshatnám magam. Én a jelenben élek. És tényleg, tehát nem azt mondom, hogy nem kell tervezni, de nem szabad a jövőn gondolkozni, mert úgy se tudjuk, hogy mi lesz. És minél jobban belelovaljuk magunkat abba, hogy mi lesz, annál stresszesebb az életünk. Közelíteni kell az emberekhez, ezt úgy értettem, hogy egyrészt vállaljuk fel az érzelmeinket, nem kell elnyomni. Annyira sok, leginkább a férfiak, de a nők is. Tehát volt olyan kliensem, aki azt mondta, hogy de én nem akarok sírni. De hát mondom, és miért nem? Hát mert nem, mert ez miért olyan? Nem, mondom, a sírás az nagyon jó. És egyébként az én mesteremnek van egy mondása, ami azt mondja, hogy az a fájdalom, ami nem jön ki a könnyekben, az valamelyik szervünket fogja sírásra bírni. És ezt értsük jól, tehát valahol elindít valamit. Tehát közelíteni kell az emberekhez úgy, hogy tényleg, hogy vállaljuk fel önmagunkat. A barátnőm szokta mondani, hogy Eszterke, na, téged mi így szeretünk. Hát ebben minden benne van. Hát én ilyen vagyok, de én felvállalom azt, hogy én ilyen vagyok. Jó, arra kell fókuszálni, amit szeretnénk. Megint. Ha mondok egy példát. Ne gondoljatok rózsaszín lóra. Mire gondoltok? Rózsaszín lóra. Ezt nem tudjuk értelmezni. A tudatalattink ezzel nem tud mit csinálni. Sokszor a kliensektől azt kérdezem, hogy mit szeretnél. Van egy ilyen pontja a kérdőívemnek. Mit szeretnél? Nem szeretném, hogy a férjem... Nem szeretném, hogy a gyerekem... Nem szeretném... Igen, az minden, tehát a 90%-ban azzal indít, hogy nem szeretném. Nem ez volt a kérdés. Mit szeretnél? Tehát olyan érdekes, hogy nem nemmel indítunk, hanem arra fókuszálunk, amit szeretnénk. Nem a lehetséges rossz dolgokat vetítjük, hanem a pozitív dolgokat. Egyébként arra, hogy ez a fókuszálás, Ez például egy gyakorlat, ha valakinek van ilyen, de tényleg nagyon jó. Három olyan dolgot mondjatok magatokról, amit szerettek magatokban, vagy amilyenek szeretnétek lenni. Én őszinte, szeretetteljes, türelmes. És ezt a három szót, ezt tegyétek ki olyan helyre, több papírra is rá lehet írni, ahol látjátok. Mert ezek vagytok ti. És erősödjön ez meg, tehát ez az, hogy újra és újra lássátok, az ismétlődésnek nagyon fontos szerepe van. Tehát arra fókuszálunk, amit szeretnénk. És kérdezzünk magunktól. Itt felírtam néhány kérdést, azért nézek ide bele. Tehát mire vagyok büszke? És azt leírni, hogy mire vagyok büszke? Mi az, amit én magamról... És ez bármi lehet, tehát ez magatoknak készül, magatokról magatoknak. Például mik az erősségeim? Hogyan tölteném a legjobb napomat? De ez bármilyen kérdés lehet mondom, tehát én ide leírtam ötöt. Például mikor érzed magad a legjobban? Mi a célod? Mitől vagy boldog? Mitől vagy izgatott? És ezeket csak a válaszokat kell leírni, és ezt megint ezen a papíron, ezt olyan helyre kell tenni, vagy magatoknál tartani, amit háromszor, négyszer megnéztek egy nap. És az ismétlődés nagyon fontos. És egyébként itt jön be ez a meditáció is, mert ugye azt mondtam, hogy 28 napig minden nap. És lehet egy nap többször is. De ez a lényeg, ismétlődés, 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 mert 28 nap alatt új idegpályák épülnek ki. És amit így betudunk építeni ezeket a pozitív megerősítéseket,
azok a tiétekké válnak, azok a lényetekké válik, az a tietek lesz. És még egy dolog itt eszembe jutott, hogy például egy ilyen, csak egy ilyen alapállapotot veszünk, bevásárolunk, tehát hogy tudunk felülkerekedni ezeken a rossz érzéseken. Bevásárolunk, és állunk a sorban, mi vagyunk a negyedikek, látjuk, hogy mindenkinek nagyon sok ruha van a kezébe, tehát még itt leszünk egy darabig, aki fizet, annak problémái vannak, és akkor azt mondjuk, hogy Úristen, minek álltam ide, a másik sora sokkal gyorsabban halad, meg már levegőt se kapok, meg már várnak, meg, tehát na, ez megint jön a stressz, mert mondom, hogy mennyire rossz. Ehelyett, na, itt jön a munka, tehát természetesen ez nem fog úgy jönni, hogy jaj, de jó, hogy itt állok a sorban, meg jaj, de élvezem. Tehát nem, de tudatosan azt mondtam, hogy de rossz ebben a sorban állni. Fordítsam meg. De jó, hogy itt állok a sorban. De jó, hogy van pénzem, hogy vehettem ruhát. De jól fog rajtam állni. És elképzelem, ahogy hazaviszem, felpróbálom, elmegyek benne egy alkalomra, stb., és jól érzem magam benne. És amíg a sorban állok, és ha még fél óráig állok a sorban, akkor is újra és újra vizualizálom, jön ez a vizualizálás, ugye a citromos példa, vizualizálom magamba, hogy hordom a ruhát, viselem a ruhát, jól áll rajtam a ruha. És most lehet, hogy azt mondjátok, hogy tehát ki csinál ilyet? Azt csinál ilyet, aki nem akar stresszes lenni. Tehát ezt a magunk jó léte miatt csináljuk. És akkor a legeslegutolsó gondolat, hogy lehet ezeket a programokat, ezeket a meggyőződéseket, ezeket a rossz hiedelmeket felülírni? Hát egyrészt hipnózisban, rajtam keresztül, nem, egyébként máshoz is lehet menni, de nem ez, tehát a hipnózis az ugye alapvetően azért ez egy technika, tehát azt azért tudni kell, de otthon hangosan naponta többször ismételgetve. Tükör előtt a legjobb, szembenézni magunkkal, és azt mondani, hogy szép vagy, ügyes vagy, nagyon idétlen, de működik. És az az igazság, hogy én elvégeztem ezt a 2 éves kurzust, rengeteget tanultam, rengeteg pénzbe került, de azt mondta a férjem, mikor elvégeztem, hogy ő úgy gondolja, hogy ez már megérte. Mert én is megváltoztam. És ezek a dolgok, egyébként így látva az arcokat olyan jó, mert látom, hogy néhányan úgy néztek, hogy tehát, hogy nem is, nem, ne, tehát olyan gyerekesnek hangzik, vagy olyan butuskának, hogy most ismételgessek, ennyi az egész, meg mondjam azt, hogy jó a sorban állni. De ennyi az egész. De ez nem könnyű. Tehát én ezt tudom. És ez a végszó. És az az igazság, hogy még akartam egy gyakorlatot, de nem fogom tudni megcsináltatni veletek, mert azt hittem, hogy 10 leszünk, de hál' Istennek sokkal többen vagyunk, úgyhogy, de otthon kipróbálhatjátok, megmutatom, hogy kell. A feladat az, csak azért, hogy a tudat hatalma, a tudat alatti hatalma, tehát a feladat az, hogy így álltok otthon, előre nyújtott kézzel, és hátra engeditek egy kaszáló mozdulattal a karotokat, és megnézitek, hogy meddig ért a kezetek. Vagy hát nem a kezetek, hanem hogy hova jut. Tehát én most ennél a könyvnél vagyok. Tehát a kéz vége ott van. Majd leteszem a kezem, és becsukom a szemem, és azt mondom, hogy egy percen belül fel fogom emelni a karomat, ugyanezzel a kaszáló mozdulattal hátra fogom tenni, és 1/3 tovább fog menni a karom. Tehát fel fogom emelni a kezemet, és érzem, ahogy az ízületeim, a vállamban levő ízületek, izmok elernyednek, ellazulnak, és fel fogom tudni úgy emelni a karom, és hátra tenni a karom, hogy 1/3 tovább megy.
És nem tudom, hogy látszani fog-e, felemelem a karom. És hogy de ez tényleg, ez mindenkinek működik, csak mondom, most nem tudjuk megcsinálni. Tehát ez nem csak nekem működik, mindenkinek. Ez a citrom. Tehát hihetetlen, hogy ennyi. Ennyi, hogy elképzelem, elmondom magamnak, látom magam előtt, és teljesül. Én tegnap láttam magam előtt, hogy sokan lesznek, és teljesült. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.